Az Európai Néppárt nőszervezetének tagjává vált az RMDS nőszervezete. A döntés a nők politikai és közéleti szerepét erősíti meg az Európai Unióban. Az Európai Néppárt Dublinban zajló 22. kongresszusán döntöttek arról, hogy a Néppárt nőszervezetének soraiba fogadják az RMDS nőszervezetét. Az Európai Néppárt nőszervezete a közelgő választási kampányban folyamatosan együtt fog dolgozni tagszervezeteivel, annak érdekében, hogy minél hatékonyabban segíteni tudja a női jelöltek munkáját. A nők érdekeinek a képviselete ezúttal hangsúlyosabbá válik, nyilatkozta híradónknak Hegedűs Csilla, az RMDS nőszervezetének EP képviselőjelöltje. Eljött az ideje annak, hogy az erdélyi magyar hölgyek hangját is hallassuk az Európai Parlamentben. Na most az Európai Néppárt nőszervezetének nagyon hasonló céljai vannak ahhoz, amelyeket mi megfogalmaztunk. Nagyon fontosnak tartják, hogy minél több hölgy legyen a közéletben, minél több hölgy vállaljon politikai szerepet, és ebben fogunk együttműködni. Képzések, tanácskozások, véleménycserék szintjén. Ezt a politikai döntést egyébként az Európai Néppárt nőszervezete április 8-án közgyűlés keretében erősíti meg.